terveztek, hogy életeket mentsenek, de előbb... A dekoratív üvegtárgyak készülhetnek fújt vagy hőformázott üvegből. A két technika jelentősen különbözik egymástól. Az üvegfújás során a művész a forró üveget forgatással és levegőbe fúvásával formázza. A hőformázás inkább sablonok segítségével történik, és inkább lapos tárgyak előállításához használják. Ha megnézzük ezeket a gyönyörű darabokat, nem is gondolnánk, hogy gyártásuk egy teljesen hétköznapi üveglappal indul. A lapokat előre gyártott panelekben szállítják, vastagságuk 3-10 mm. Az első lépés az üveg méreteinek felvétele. Ezután válogatják ki a célnak megfelelő darabokat úgy, hogy mindegyik egy kicsit nagyobb legyen, mint az elkészíteni kívánt tárgy. Ebből például nagy festett tálak lesznek, ezért 3 négyzetre osztják fel, mindegyik átlója úgy 35 cm. Mindegyik négyzetlapot egy papír minta fölé helyezik. Egy üvegvágóval belekarcolják az üvegbe a kívánt körvonalat. Gumibunkóval óvatosan megnyomva lepattintják a felesleges széleket. A keretet néhány finom mozdulattal elválasztják és eldobják. A tál alapját képező lapokat ezután állványra helyezik, és kezdődhet a művészi munka. Először a körvonalak kerülnek fel. Ezután jön a díszítés, a részletes kidolgozás. A színezéshez kifejezetten üvegedényekhez készített zománc festéket használnak. Amikor az ecsetek végeztek, festékszóróval viszik fel a háttérszíneket és az árnyékolást. Az üveglapot formára vágják és kidíszítik, de még mindig teljesen sík felületű. A végső lépés tehát a forma kiöntése, melyet igen magas hőmérsékleten hajtanak végre. Innen a hőformázás kifejezés. A minták természetesen tűzálló anyagból készülnek, amelyek kibírják az égető kemence belsejében uralkodó forróságot. Óvatosan a mintára helyezik az üveglapot. Egy időben több különböző formájú edény is készülhet. A kemence belsejében az üveg megolvad és pontosan kitölti a minta belsejét, akár a legbonyolultabb formákat is híven követi. Ezek a kis üvegdarabkák egy festő palettáján jelképezik az egyes színeket. A kemencében másfél óra alatt a hőmérséklet 843 fokra kúszik fel. A csúcshőmérséklet elérése után vetnek egy pillantást a mintákra, hogy meggyőződjenek, minden rendben megye. Az üveg ilyenkor folyékony, karamell állagú és vörösen izzik. Amint felvették a megfelelő alakot, megkezdődhet a hűtési fázis. 6 órával később az üvegek már megszilárdultak, a minta által meghatározott alakban és formában. Ezek a tálak és más tárgyak pihennek, de már az újabb adag is lehűlt annyira, hogy előbújhat a kemencéből. A hőformázott üvegek szépsége az átlátszóság és a vibráló színek kettősségében rejlik. Ha ehhez még hozzávesszük a forma terén is korlátlan lehetőségeket, el kell ismernünk, ez az igazán hasznos művészet.